belőle, csordává teszik, tehát tömegesítik, évfolyamonként elválasztják őket, tehát az idősebb évfolyam nem adhatja át közvetlenül a tapasztalatát az alatta lévőnek, és mire kikerül innen, addigra már egy teljesen szétzilált, szétzúzott szellemi műveltsége van, amiből már nem tudja önmagát megtalálni, sem a történelmi önmagát, sem az erkölcsi jellegű önmagát. Egy teljesen más típusú műveltséggel ezt teljesen szétverték, abban már csak egy geometrikus rend érvényesült, tehát az idő vonatkozásában is a merev beosztás, tehát órák vannak, ugyanakkor az óra nyáron, mint télen, ugyanakkor az óra tavasszal, mint ősszel, kicsöngetés, becsöngetés, tehát az a rendszer, amit porosz rendszernek nevezünk, nem igaz, hogy porosz rendszer, ez egy egyetemes hűítési rendszer, mai napig ez működik. És ugyanakkor térbelileg is, tehát ez az osztály el van zárva a másikkal, és rivalizálnak. De egy osztályon belül is rivalizálnak. Tehát innentől kezdve van az, hogy őrá ugyanaz a tananyag érvényes, mint őrá, pedig jól lehet látni, hogy egészen mások a szellemi igénye is, a lelki igénye is, a fizikai értelmezett igénye is. Ugyanabból, ugyanaszerint a mennyiségi mutató szerint vizsgáztatják, és semmiféle olyan egyénre szabott, hogy mondjam, norma nincsen, ami egyáltalán érvényben volna, akár a mai napig. Na most még egyet kell erről a rendszerről tudni, olyan nincs, hogy egy osztályban legyen mondjuk 30 az osztály létszám, hogy mind a 30 jeles legyen. Érthető? Abban a pillanatban, ha már csak 20 jeles van, de már ha csak 10 jeles van a 30-ból, már abban a pillanatban fölfüggesztik a tanárt, legalábbis meghurcolják. Tehát az mit jelent? Ha jó akar lenni, csak az összes többi rovására lehet jó. Nem tudom, érthető-e. Már az első osztályban a Káini modell kezd el dolgozni. Tehát minden eredményt csak a többivel szemben tudok elérni. Olyan nincs, hogy én úgy húzzam föl az egész társaságot, hogy mindannyian jelesek legyünk. Miért? Azért, mert úgy van megszervezve ez a struktúra. Na majd megköszönjük Mária Teréziának, jó? Tehát, hogy érthető legyen, egy nagyon-nagyon szigorúan kialakított modellről van szó, de ez csak az egyik tehertétel. A másik pedig az, hogy elkezdi a geometrikus rendszerű városszerkezeteket erőltetni. Tehát ez volt az egyik leggyilkosabb rendelkezése. Mert az eredeti magyar település szerkezet az mindig a világ modellje. Egy működő világegyetem modellje. Tehát azt jelenti, hogy van egy magja, és ez a mag eredendően szakrális. Elképzelhetetlen, hogy a falu temploma az a szélén legyen. Tehát az a központ, a köré gyűlik a meghatározó része a falunak, és ha valaki leépül, az innen szépen kikerül a perifériájára. Tehát pontosan tudja az ember, hogy hogy kell bemenni ebbe a településbe, mert torony iránt megy. És tudja, hogy hogyan kell kijönni belőle. Most ő vezeti be azt a város szerkezetet, amelyik saktábla rendszerű. Azt jelenti, hogy ilyen jellegű településbe nem lehet bemenni, de nem lehet kijönni se belőle, csak átmenni lehet rajta. Nem tudom, érted? Tehát nincs közepe. Tehát azt jelenti, hogy mindegyik fokozatosan épül át erre a saktábla rendszerre, és ezt a módszert már az indiánoknak a tönkretételénél az amerikai kontinensen már régebben bevezették. Tehát ez már tulajdonképpen egy kipróbált rendszer volt. Mert minden település elvileg a világ mindenség kis modellje. Tehát tudom, hol van benne a helyem. Tudom, hogy merre felé kell tartanom, ha fölfelé akarok menni, és merre, ha leépülőben vagyok. Most ebből, ha átteszem egy másik, egy geometrikus rendszerbe, egyszer elvesztem az identitástudatomat, mint egyén is, mint közösség is, tehát mint ember is, mint hazafi is, mint a falu vagy a város lakója is. Egy teljesen sporadikus, tehát lebomlott egyénekre szétesett társadalmat hozok így létre. Na most ezt köszönjük meg majd Mária Teréziának. Tehát ha minden áron kitartunk mellette. Tehát ez a két tendencia pedig, az egyik, amik a település szerkezetre vonatkozik, a másik, amik a nevelési rendszerre vonatkozik. Ez egy és ugyanazon tendenciának kétféle megnyilatkozása. Na most ennek az időszaknak a terméke ráadásul nem is magyar ember készítette. És ezért kell különös hangsúlyon említeni, adva van a világ
tehát szabályszerűen a földgömb, de nem mint földgömb, hanem mint a világnak a kicsi modellje. Honnan tudjuk? Onnan, mert egy olyan sáv van körülötte, amelyik az állatövnek a megjelenítője. Tehát azt jelenti, hogy a világ tágabb értelemben is értendő, nem csak a földkerekség. És ennek a földkerekségnek a magyar szent koronát teszi a tetejére. Na most erre kell mondanunk, hogy de hiszen nem volt kinek udvarolnia. Tehát itt a magyarság olyan mértékben volt már lezüllesztve és széttagolva, hogy egyszerűen nem volt értelme gazsulálni nekünk. Tehát ez csak azt fejezheti ki, hogy valamit ekkor még azok is tudtak, akik nem magyarok voltak, és nem volt érdekük, hogy a mi pártjunkra álljanak. Tehát tudták azt, hogy a magyar, hogy a földkerekségnek egyetlen szent koronája van. És bár a német-római császári trónszéken akkor is Habsburg ült, de nem Habsburg, tehát a német-római császári koronát tették rá, és ilyen ábránk egyáltalán nincs is, hogy a földkerekségen, amely kozmikus értelemben is értelmezi a földkerekséget, a német-római császári koronát tették volna föl. Miért? Mert nem való oda. Nem való. Tehát itt nem valamiféle magamutogatásáról van szó a magyarságnak, hanem arról van szó, hogy ezek a tények. 1700-as évek második felében ezt még tudták ezek szerint. Most visszamegyünk még egy évszázadot, kérném a következőt. És akkor egy nagyon érdekes tárgycsoportra bukkanunk. Ezzel a tárgycsoporttal megint nagyon érdekes, nem a hazai Szent Korona kutatás dokumentumai között találkoztam, hanem ki kellett ezért a dokumentumért menni Moszkváig. Ott a Puskin Múzeumban, aminek nagyon gazdag a gyűjteménye, tehát aki járt kint Moszkvában, vagy járni fog kényszerűségből, az nem ulassz el, hogy a Puskin Múzeumba bemegy, mert tényleg nagyon jó a gyűjteménye. És nagyon sokféleképpen jó, tehát többféle műfajban. Most ott van egy elég gazdag csoportja, a Faenzai, 1600-as évekből származó csodálatos alkotásoknak. Tehát ezek az itáliai műveltségnek a dokumentumai, és 1600-as évekből, tehát egy kb. 100 évvel az előző kép előtt készültek. Na most, ha az 1600-as évek második felében készül egy mű, Magyarország milyen állapotban van ekkor? Hát az egész történelem, eddigi történelem mély pontján, bármilyen furcsa hangzik, ekkor mélyebb ponton voltunk, mint Trianon után. Mert Trianon is óriási megrázkodtatás volt a magyarságnak, de össze se vethető azzal, mint amikor az addig folyamatos függetlenség és nagyhatalmi státusz szinte egyik napról a másikra széthull. És ez 1541 volt. Tehát Buda elfoglalása és az ország három része tagolása. Na most az még olyan sokk volt, ami után még magára találhatott volna a nemzet. Nem ezek az igazán veszélyes periódusok, hanem amikor az úgynevezett Kádár rendszerek jönnek be. Tehát amikor hozzászoktatnak bennünket, hogy ez a végleges állapot. Tehát amikor egyszerűen nincs jövőképünk. Tehát ez olyan, hogy ebből már úgy se lesz kiút, most már ebben kell megtalálni a helyünket, egyébként is kicsik vagyunk, na akkor merjünk kicsik lenni. Na most az, hogy ez történetesen egy Medgyespite fogalmazza meg, ennek semmi jelentősége nincs, mert ő is a Kádár rendszer terméke volt. Hát nagyon jól tudjuk. Ezt a szlenget ő nem maga találta ki, hát maga ennyit nem talált ki soha. Tehát ez az a szleng volt, amit még akkor adtak a szájában, még a Kádár rendszer virágkorában. Tehát én tudom, mert annak idején, hát mondjuk szellemi befolyásolási lehetőségei voltak amikor a művészet folyóiratnak, ahol dolgoztam, hogy ez napi renden volt, ez a merjünk kicsiek lenni. Csak nem merték mondjuk kormányszinten megfogalmazni. De minden esetre ebben az időszakban Magyarország az abszolút reménytelenség idejét élte. Tehát már elég távol voltunk ahhoz, hogy egyszerűen már nem újdonság volt, amin még változtatni lehet a három részetagolás. Már mindenütt kialakultak az érdekeltségi gócok, és már egymás ellen harcoltatták a magyar. Tehát a három terület magyarsága három különböző fronton támadta egymást. Tehát ez volt az elképzelhető legrosszabb helyzet. És hogy mennyire leírták akkor a magyarságot már, azt hadd említsem egy példával, amit viszont Noszlopin
Németh Péternek a könyvében lehet megtalálni, aki a Pilissel foglalkozott, a pilisi Buda kérdéskörével. Ott ő egyenes idézetben adja. Ez pedig úgy szólt, hogy amikor Bocskai a Hajdúj élén fölvonult tárgyalás céljából Budára, nem támadás céljából, tárgyalás céljából, ők szövetségesek voltak. Akkor ő kerek számba, kifejezve 20 ezer hajdú élén vonult föl. Hát mondjuk 20 ezer hajdú egy elég tekintélyes, de tulajdonképpen csak reprezentációs célra. És akkor rémülten üzent a budai pasa a padisahnak Isztambulba, hogy hát mi azt hittük, hogy már összesen nincs ennyi magyar. És ezek most lóháton megjelennek tisztelgő látogatásra, fegyverben 20 ezeren. Tehát akkor itt egy terv nincs teljesítve. Bocsánatot kérek, én ebben nem vagyok ludas. Én annyi magyart írtottam, amennyit tudtam. Tehát, hogy érthető legyen, már be volt tervezve a magyarság leépítése. Nem 6 millióra, mint most a Világbank által, hanem már 20 ezres nagyságrendre. Érthető? Tehát jelenleg vidáman túl tudjuk élni ezt a bármennyes megtervezni, nyilvánvalóan nem fogják elérni, meg fogják hirdetni, hogy győztünk, mert nekik ez egy előre nyomtatott kommuniké, ezt tudjuk. Ők csak győzni tudnak, de egészen biztosan nem fognak győzni. Másrészt viszont sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben is voltunk már. És ebben a sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben, amikor minden remény, tehát sehol nem látszik még reménysugár. Hát ne felejtsük, a török uralom a végén kezdett el, aztán igazán gyilkossá válni. Tehát amikor már Bécset ostromolták, tehát akkor volt a legtöbb áldozata, és akkor pusztítottak a legtöbbet. Tehát nem úgy volt, hogy na, akkor konszolidáltunk, akkor most már elcsitulnak a dolgok. Dehogy csitultak el, egyre rosszabbak lettek. És akkor megjelenik egy olyan, ez sorozat, tehát ennek én több tagját saját szemüleg láttam kiállításon Moszkvában, és egy albumot adtak ki róla, ahol ezek mind szépen tanulmányozhatók. Én már ezt az albumból fotóztam ki, mert jobb körülmények közt tudtam kifotózni. És ott önállóan is megjelenítik az akkor ismert négy, akkor még csak négy kontinenst, egy-egy szimbolikus nő alakkal, de van olyan tál is, ahol mind a négy egyszerre jelenik meg, és középütt ilyen mindenféle gyümölcsök meg egyebek vannak, és mindegyik nő alaknak, szimbolikus nő alaknak a fején egy jellegzetes fejdísz van. Tehát Ázsiát, mert tudjuk, Európát, Ázsiát különvették, ez két kontinens, Afrika külön volt, és Amerika akkor még egynek számított. Hogy hívják, nem volt még, Ausztrália nem volt még, és tehát nem tartották nyilván, mint önálló földrészt, és hát nyilván Antarktisz sem. Tehát a négy földrész közül az Ázsiát megjelentő nő alaknak egy ilyen kucsmaszerű koronája volt, hát amilyen az orosz szároknak a koronája is volt később. Akkor az amerikai, az tollkorona volt, egy nagyon ilyen díszes, mint az indián törzsfőnököké. Az afrikai valamilyen ilyen gyümölcsökből összerakosgatott valami volt, ez nyilvánvalóan fiktív volt. Az európai minden egyes változaton, akár mind a négyet egy tálon ábrázolták, akár külön Európát, mindig a magyar szent korona volt. Na most erre mondja az ember, hogy na most már az itáliaiak is magyarkodnak? Ők is populisták? Vagy mi a bánat van? Vagy esetleg tudnak valamit, és ki ismerik mondani, amit mi jelenlegi megfélemlített, megszégyenített, agyontiport állapotunk, nem merünk kimondani. Azt, hogy a világnak valóban egy koronája van, a Szent Korona. Na de Európának is egy koronája van, és az a Magyar Szent Korona. Tehát ha én Európát a maga teljes jelentőségében, úgy, hogy az összevethető legyen Amerikával, vagy Ázsiával, vagy Afrikával, mint uralmi formát reprezentálni akarom, akkor azt nem a német-római császári koronával reprezentáljuk. Holott akkor, 1600-as években Európában a vezető hatalom az a német-római császári korona volt. Mégsem azzal ábrázolják. Tehát ezekre a példákra föl kell figyelni, mert ráadásul akkor még Itália Habsburg fönnhatóság alatt volt. Tehát itt valamit teljesen eltévesztünk. Ha mi Európába mondjuk bemegyünk, vagy bepofoznak, vagy körülvesz bennünket, akkor vagy ezen az alapon tudunk tárgyalni Európával, vagy nem érdemes. Mert ezt nem mi fogalmaztuk meg magunkra, ezt ők fogalmazták meg rólunk. Tehát vagy a Szent Korona alapján tárgyalunk Európával, vagy nem semmi értelme nincs.
Hát ahogy azt a szünet előtt már elmondtam, de ezek tények, utána lehet nézni. Minden vonatkozásban rosszabb helyzetben vagyunk azáltal, hogy bekerültünk Európába. Hát ezt nyíltan emlegetik már MSZP körökben is, hogy befizetők vagyunk, mi nem kapunk onnan, befizetők vagyunk, még pedig nagyon nagy tételekben. És ez hosszú ideig még így is lesz. Tehát ezek már nem olyan dolgok, hogy hú, most ezzel valami nagyon nagy titkot árult el, és gyorsan most akkor ezt cáfolni. Nehogy cáfolják. Hát nem tudom, hogy ez a név, hogy Gazsó Ferenc mond-e valamit. Nemrégiben volt egy MSZP fórum, most megint ne tessék csúnyán nézni rám, én nem szoktam MSZP fórumokról szóló beszámolókat hallgatni, de be volt.